Hármas szabály. A maga nemében páratlan. Visszakattanva szó szerint egy korábbi témánkra, nem másért csak az SMS vonalunk az egy ilyen kattogtatós dolog. A hallgatónk, akinek a nevét szívesen megtudnám, nézzük, nem írja. Jó, kedves hallgató, írd majd meg a nevedet, legalább tudjuk. Következőket írja. Kelnyeljek, mert ez egy kis regény. Nos, az én véleményem az, hogy igen, néha mi emberek is lehetnénk segítőkészek, viszont ebben a Facebookos világban sajnos inkább könnyebb a világ tudtára adni a problémákat, és attól érezzük magunkat nagyobbnak, mint hogy megoldanánk valamit, és titokban a lelkünket megnyugtatva tudni, hogy tettünk valami jót. Amúgy itt a drága országban két ember hiányzik minden munkamenetből. Ebben lehet valami. Egy. Aki átveszi a munkát, itt egy konkrét példa, utak foltozása, befoltozás, két hét múlva újra lyukas. Ha lenne egy ember, aki azt mondja, nos fiúk, már pedig ez a munka nem lesz kifizetve, akkor az átfogalmaznák ők is a következő munkát, tehát nyilván másképp csinálnak. Kettő, aki karban tartja, itt is egy nagyon jó példa a járdák, és nem a kapuk előtt, ahol a gazda köteles rendbe tartani, hanem egy olyan város vagy falu részen, ahol felveti a gyom, és automatikusan tönkre megy. Véleményem ugyanaz, hogy kellene legyen egy olyan ember, aki lejárja naponta, három felkiáltójelet, egy-egy falu városrészt, és karban tart, de nem a második értelemben a szónak, mert amúgy nálunk nagyon sok a karbantartó, szép napot nektek. Hasonlóképp kívánjuk. Igen, ebben a város karbantartóban van fantázia, de az a baj, hogy nem lehet akárkit oda tenni. Tehát oda tényleg egy rátermett ember kell. Igen, meg túl azon, hogy rátermett, azért kell is konnyítson a dolgokhoz. Tehát én nem vagyok biztos benne, tudod, hogy bár sofőr vagyok jó ideje, bár jártam kátyús úton elégen, de nem vagyok biztos abban, hogy engem odaraknának ellenőrizni az éppen befoltozott aszfaltot, hogy az minőségileg hol tart, ahhoz bármit is érdemben hozzá tudnék tenni. És hogyha egy ilyen általános közösségi karbantartó szerepe az lenne, hogy ne csak a kátyút, hanem tényleg minden mást is figyeljen, az azért gondoljunk bele, hogy egy egészen komplex tudáskészlettel rendelkező személy kell legyen. Itt utalnék vissza egy kicsit azokra az ezermesterekre, akikről szintén beszéltünk. Hál' Istennek az X generáció közt azért még van néhány olyan vagány szüleink korosztályához tartozó úriember, esetleg hölgy is, aki bizony rá volt kényszerülve annak idején, hogy az Atya Úristent is megtanulja tapasztalati alapon. Arra gondolok, hogy ha én ki kell cseréljek egy villanykörtét, mondjuk, azt még meg tudom csinálni. Kíváncsi vagyok, hogy az alfa generációhoz tartozók majd, ha oda jutnak, akkor fognak-e tudni. De például már, hogyha ilyen régi kaliberű villanyóránk lenne, tudod, az a kis porcelán csavaros változat, és azt kellene, abban kellene a szálat kicserélni, tuti fix, hogy nem tudnám. De édesanyja már tudná, illetve hogyha helyzetelene meg is tudnád csinálni. Érted, hogy mit akarok mondani? A villanyúra az biztosíték volt ebben a... A biztosíték, igen. Csak nem értettem, hogy villanyúrához miért akarsz hozzányúlni. Nem más, csak megkötnek. Nem ahhoz nem piszkálunk, nem matatjuk, s pláni nem állítjuk meg. Soha semmilyen körülmények között. Rendben, ezzel így jól is vagyunk. Nézd, meg lehet a kérdést másképp is közelíteni. Én azt mondtam, hogy de mindenképp több ember kell egy városra, még egy székely kisvárosra, és mert nem tud egy ember végigjárni mindent. De 8 órát az ember többé-kevésbé terepen kéne töltsön. Én azt is megengedem, hogy nyugodtan igyon meg valahol egy kávét, figyelőzön, s hallgassa, hogy az emberek mit mondanak. Neki az lenne a funkciója. Akár az is működik, hogy csak leírja. Sőt, én egy ideje ezt már így mondogatom, még eddig senki nem csinálta, meg pedig több polgármesternek is megpendítettem, hogy vannak olyan kérdések, amit 2000 lej alatt meg lehet oldani. Most úgy gondolom, hogy egy székelyvárosnak sem nagy beruházás. 2000 lejről beszélünk. Persze a naponta elkölt 2000 lejt, akkor tudjuk, hogy ez 10 nap alatt már 20 000 lej, de egy városnak még mindig nem kéne ez egy nagy összeg legyen. Ugye számoljunk 20 munkanapot egy hónapra, úgyhogy ez nem egy olyan nagy lóvé. És arról nem beszélve, hogy ez olyan, hogy az elején kerül sokba, aztán utána egyre kevesebbe, mert a problémákat... De mire költenéd ezt a pénzt? Elmondom. Vannak olyan problémák, amiket tényleg 2000 lej alatt meg lehet oldani. Ez gondolok itt olyanra, hogy például ki van törve valahol egy lépcsőn, egy köztéren található lépcsőn egy lépcsőfok. Uh-huh. Mennyi most oda berakni egy valamit? Még akkor is mondom, hogyha nem szép, de hasznos. Mert ugye sokkal veszélyesebb az, ha hiányzik egy lépcsőfok, mint hogyha csúnyán van betönve. Mindegy, mert akkor is legalább a bokádat nem töröd ki. De vannak olyan lépcsőfokok, amik úgy állnak nem pár hónapig, hanem évekig, ahol emberek elesnek. Elég, hogyha 5 ember eltöri a lábát ott. Tehát az már bajnak uh-huh. elég. Vagy mit tudom én, a fogát, vagy akármi. Vannak ilyen apróságok, hogy valahonnan hiányzik, bütyök.
Mert gondolok például ilyenekre, hogy egy darabig például nem volt megcsinálva valahol egy korlát, és meg volt hagyva az a fém, amihez majdan hozzá kell ezt heggeszteni. Egy civil oldotta meg, oda vitt ilyen nagyobb darab fákat, rákopolta, és akkor utána már nem volt egy halálcsapda az egész, mert arra gondolsz, hogy mellette biciklisztek gyerekek, egy ilyen 20 centire kiálló vasrútba, ami olyan vastag, mint a nagyujjam, na, nem akarsz beleesni, mert csúnya. Tehát, hogy ezek nem olyan dolgok, ami mennyi pénzbe került egy ideális, egy ideiglenes megoldást találni rá. Míg a nagy beruházásos pénz, vagy míg az uniós pénz, vagy még nem tudom, a mennyei manna megjön. Az a helyzet, én ott látok, és nem a kekeckedés véget, de ott látok esetleg hibát ebben a logikában, vagy ami meggátolhatná, hogy például önkormányzatok szintjén költségvetésileg el vannak osztva, hogy mire, merre, hova és hogyan megy a pénz. Lucrare curente. Igen, de hogyha ezt például meg lehet csinálni, kérdés, hogy látod annak mennyi keretje van, hogy kijönne az a napi 2000 lej alatti összeg is, mert hogyha egy egész évvel számolunk, nem tudom, nem ismerem a számadatokat, sőt az arányokat se, ha önkormányzatokról van szó, de simán látom annak esélyét, hogy itt megbicsaklana a történet. Viszont az a vagány, hogy törvénykezés szintjén ezt simán be lehetne juttatni és elfogadtatni a megfelelő helyeken, hogy igen, akkor legyen minden önkormányzatnak egy olyan kisebbecske büdzséje valóban, ami arról szólna, hogy ilyen kisebb-nagyobb karbantartások. Most azt nem tudom, de arra is látok esélyt, hogy azért a sakkozás, hogy mely a költségvetés melyik részéből veszünk el egy keveset és teszünk át a másikhoz, hogy jusson és maradjon is, az azért egész ügyesen kell sajnos működjön az erdélyi önkormányzatoknál is. Valószínű egyébként, én inkább azt látom reálisnak, hogy valószínű, hogy ezek a karbantartós kérdések, főleg mikor ilyen idézőjeles apróságokról van szó, inkább háttérbe szorulnak a prioritási listán. Ne félj, ha valaki például egy ilyen 20 centis csőben, ne adj Isten, és tényleg kopogjuk le valami súlyosabb balesetet szenved, rögtön az van, hogy meg lesz javítva néhány óra esetleg maximum nap alatt. De addig a tapasztalat azt igazolja, hogy addig, amíg nagyobbacska kár nem okozódik általa, addig bezonyott valahol a lista végén. Igen, és a másik az igaziból az van, én szerintem ez akarat kérdése. Tehát, hogy van-e erre akarat? Mert egy ilyen kérdéssel az, hogy valahol hiányzik egy lépcsőfok, azt gondolom, hogy nem az alpolgármester, nem a polgármester, nem a városmenedzser kell foglalkozzon, de kell egy szemfülesem, nem kell extra legyen. Egy olyan, akinek viszont rá, egy gyakorlati érzékű. Azt is lehet, hogy nyilván közbeszerzést kiírni egy nyomvat lépcsőfokra, vagy egy járda szegélyre, ettől mindenki sírógörcsöt kap, teljesen jogosan. Na, azt mondják, hogy kezit csokolom, úgyis maguktól szoktuk vásárolni ezeket. Tegyék fel, nem felejtjük el, ki lesz az fizetve. Most egy építkezésére rakatnak is egy lépcsőfok, egy járda szegély, nem a világ pénze, és nem feledkeznek meg róla, meg is, stb. Tehát ezeket meg lehet oldani, de mondom, ide egyszer akarat kell, persze kell egy kapcsolatrendszer, de ez egy városban adott. Közben meg az jut eszembe, hogy látod, hogy miért csak ilyen szempontból az önkormányzatra vagy az illetékesekre húzzuk rá a vizes lepedőt. Tehát miért ne lehetne valóban azt megcsinálni, hogyha a lépcsőházban ki van törve a lépcső alja, vagy nem tudom, a focipálya mellett falun ott van egy kifele ágaskodó veszélyes fémdarab, miért nem azt a közösségi létezést éljük, te Bence, olyan bosszantó, de miért nem? Hogy igen, van az a szomszéd, van az a falubéli, van az az egyszerű földi halandó polgár, aki azt mondja, hogy eddig és nem tovább tudok segíteni. És itt bocsásd, világ, hogy szóba hozom például a saját szülőfalumat, de öröm volt látni azt, hogy egy évek óta tényleg az Atya úristenig begazosodott, elhanyagolt közösségi parkot a faluban, összeállt nem tudom hány család, jöttek az édesapák fűnyíróval, kapával, ásóval az édesanyák, ültették a virágokat, olyan szépre megcsinálták a parkot, hogy hihetetlen. És nem volt időben sok. És jól telt, és közösségi élmény volt, és mai napig, ha végig kocsikázom a szakasz előtt ott a faluban, akkor úgy mosolyog a lelkem, és nem, most is libabőrös leszek, mert lehetne ilyeneket csinálni. Akár kicsiben is, igen, hogy azt mondja Jukundusz a második emeletről, hogy Istenem, az a lépcsőfok ott áll, nem tudom mióta, nem oldja meg senki, aki illetékes lenne, de azért Manyika néni fel kéne jusson a harmadik emeletre, és nehogy Isten, ne adja Isten, hogy egyszer nyakát szegi, mert éppen megbotlik. És akkor Jukundusz ki tudjon menni, tudod, és meg tudja csinálni, és nem az, jöjjön Pista, Géza, Marika, Manyika, és segítsenek neki. Olyan szinten, bosszantó, de hiányolom ezt. De tényleg, tehát itt mondom, egy kicsit szerintem a közösség tudat az úgy széthullott. Uh-huh. Ez nincs meg az utóbbi időben. Ami viszont probléma, mert régebben azért ugye a jó szomszédok, mit tudom én, kluboztak, kártyáztak, édes mindegy, de amikor valamit meg kellett csinálni, azt is együtt csinálták. Igen. Kettő pasas mindig volt, aki arrébb tudott tenni egy
valamit, amit egy nem tudott volna, vagy ha kellett, akkor három nő. Most az, hogy mit tudom én, egy lépcsőházban, ahol ott élsz, de évtizedeken át, és látod, hogy csúnya az ajtó minden nap, őszintén, mennyi egy dobozolajfesték. Nem hiszem, hogy nincsen három ember, aki ne tudná megvásárolni és lekenni. Nem olyan nagy vasszisz, az nem lesz tökéletes, de szebb, mint amilyen volt, tehát, hogy nem bántóan csúnya. Lehet, hogy ezzel van egy kis bajunk, igen, ez egyébként tényleg baj, hogy mindig mástól várjuk el. Erre ugye az a kérdés, hogy ne azt kérdezd, hogy mit tehetsz a hazáért, mit tehet a hazáért, hanem azt kérdezd, hogy te mit tehetsz a hazáért. Lehet ezzel vitatkozni, lehet ezzel a filozófiával mit kezdeni, de kéne vele szerintem gyakorlatban találkozunk sűrűbben. Egyértelmű. Itt van, látod, a különbség mentalitás és mentalitás között, mert hogyha itt a baby boomereket felemlegettük, talán ők voltak az utolsó olyan generáció egyébként, akik mondjuk közösségi erő gyanánt hegyeket tudtak mozgatni adott pontokon. Mentalitásváltás akkor történt, amikor ott a jó kommunista évek alatt valószínűleg abba nevelődtek bele már a szüleink, és akkor a mi generációnkból is még néhányan, hogy tulajdonképpen teljesítgetni kell, aztán jöttek a következő generációk, jött ez az egocentrikus, nagyon önmegvalósító világ, amiben mai napig létezünk, és valahol elfelejtődtek ezek a dolgok. Egyértelmű mentalitásváltásra lenne szükség. Ilyen alapon vajon van-e bizodalmunk egyébként az alfákba, hogyha egyszer eljutnak oda, hogy döntéshelyzetbe kerülnek? Nem az én dolgom. Tehát, hogy akkor majd aztán csípőre teszem a kezem, és megmondom, hogy bezzeg, amikor én fiatal voltam. Amikor én fiatal voltam, azért voltak ilyenek, ugye én faluban lakom, és adott ponton volt egy játszóterünk, hát tudod, hogy hány gyerekem van, legalábbis mindketten ugyanazt a számot tudjuk, nulla, igen, hát lehet, hogy valahol van elpottyantva, nem tudom, anyukát kérjük, hogy ne jelentkezzen. De ha akar, akkor a 07-26-71-99-66-ra írja meg, legyen szíves, hogy mi is tudjunk róla, ne csak Bence. Elég az hozzá, hogy a falunak a játszótere nem nagyon használják, mert itt amin egy-két dolog eltörött rajta, nem voltak ott nagy károk. Arra egyértelmű volt, hogy nem fog ide tudni a polgármesteri hivatal nagyobb pénzösszeget rendelni, nincs. Nem is baj, valami minimálisat szereztek, kicsi festék, kicsi papír, nem tudom, kicsi fa. Aztán oda ment 4-5 ember, még a jobb ponton, még ott én is kenegettem valamit, nem volt egy nagy munka, mindegy, egy órácskát ott el voltam én is, de az alatt csináltunk valamit, ami látszik. Mm. És kicsit gatyába ráztuk, mert most egy darabig így rendben van. Nem azt mondom, hogy kimagaslóan jó, vagy nem tudom, nem olyan, mint amit lehetne csinálni, de funkcionális. A hinta az újra hinta, a lipinka újra lipinka, a nem tudom, ott vannak azok a mászóházak, vagy nem tudom, mi annak a neve, ott a csúszdába végződik. Na szóval azokat a dolgokat is úgy kicsit leken, gatyába rázták, és lehetett használni. Lehet, hogy kevés gyerek használta, nem tudom, nem is figyeltem annál jobban, nem érdekelt. Viszont tudok valamit, hogy akkor legalább az a dolog rendben van. Egyel kevesebb. Mm. Így kell mennyire haladni, nem? Mosolygok itt kedvesen magam, hogy mennyire vágod ezt a játszótéri szakzsargont. Kb. Én is ezen a szinten vagyok. Csúszok, majd lesz gyerek, aztán megtanuljuk. Igen, viszont gyere, és akkor tereljük tulajdonképpen a harmadik témás óránk irányába magát a beszélgetés. Nagyon fontos kérdés, hogyha már itt tartunk, hogy a játszótéren, amikor oda jutunk, hogy a mászó falat, vagy akár a mászó és játszóháznak az oldalát le kell mázolni, kérdés, hogy milyen színre, és nagyon fontos, még fontosabb kérdés, hogy csíkosra-e, vagy kockásra mintázzuk majd azt a festést. Jól van, hát persze az ellentétek azok ugye végül is erről beszélünk, tehát hogy tényleg a társadalom is látod, ilyen ellentétek vannak, hogy van az, aki szívesen odáll és segít, van, aki azt mondja, hogy engem nem érdekel, én fizetek adót, csinálják meg ebből. Melyik mentalitása helyes? Logikailag nehéz mind a kettőben megtalálni a hibát, ugyanakkor érzelmileg lehet viszonyulni hozzá. Igen, nagyon fontos kérdés, viszont látod, hogy akár nagyobb körökben, társadalmi szinten milyen irányba megy el a gondolkodásmód, mentalitás, hogy inkább az érzelmek irányítanak bennünket, úgy idézőjelesen globálisan, vagy a józan ész és az értelem. Én azért szeretem a nagy ellentéteket, és mindig Kreonnal meg Antigónéval szoktam példázódni, ugye jó régi görög dráma, Isten igazából mindkettőnek igaza van, ez az alapkonfliktus az egésznek. Az a
baj, hogy most egyszerre adatott olyan helyzet a drámán belül, amikor ugye szembeállt egymással a két vélemény és a két nagy igazság, az iratlan emberi isteni törvények és a földi halandó emberi törvények. No, és az ellentétek akkor izgalmasak, meg akkor tudnak tulajdonképpen fejlődést okozni, szerintem látod a társadalomban, amikor pontosan ennyire sarkallatosan, vagy kritikus, vagy végletekben gondolkodva tudjuk őket nézni. A csíkos vagy kockás ilyen alapon, na, szerintem ez egyik legalapvetőbb kérdés. Hát egyébként, ha őszinte vagyok, kockás. Na látod, én nem tudnám megmondani. Nem tudom, több kockás valami van, mint csíkos, azt hiszem, de csak azért, mert azt mondták ugye, hogy a csíkos az slankit. Mondko felpróbáltam egy zöld-piros csíkos pólót. Hosszanti vagy visszintes? Visszintes, eléggé dínyésített. Na igen, a hosszantiba lehet, hogy éppen karcsosított van. Hát a franc tudja. Nem tudom, de kezdtem magam úgy érezni, mint egy túlnőtt görög dínye. Bár tudom, hogy dínye szezon van, illetve hát most már Lőrinc napja elmúlt, úgyhogy nem biztos, hogy a legjobbak a görög dínyék, de azért felpróbáltam, vissza is tettem a polcra, mondtam, hogy jó, köszönöm, megpróbáltuk. Hagyjunk békét. Na, de látod, ha öltözködésről van szó, akkor egyértelmű, hogy például a széltől szélig tartó csíkozás, tehát a vízszintes csíkozás sokkal előnyösebb tud lenni még mindig, mint a hosszanti, például, hogyha nadrágokról van szó. Ugye a hosszanti módon csíkozott nadrágoknál ott az van, hogy az Atya Úristent is kihangsúlyoznak, minden olyan idomot, amit nem feltétlenül szeretnénk. Blúzok esetében, hogyha például az ember vagy az emberlánya egészen szerethető, szimpatikus, mondjuk a mai kornak tetszetős idomokkal rendelkezik, akkor egészen szépen ki is tudja emelni a dolgokat, de a ne tudja. Szerintem egyébként a csíkosat a kockással kell társítani, és akkor van világbéke, és ezt mondják azok a, nem tudom, dizájnerek is, akik a modernkori ruhákat tervezgetik. Hát, getik. Még mindig ott maradtunk el, amikor azt mondtad, hogy majd egyforma lesz a női és a férfi ruha is? Például igen. De látod, abban már egyértelműen nem látnak és nem is képzelnek bele mintát azok, akik ilyen hosszú távlatokban gondolkodnak. Tehát inkább ilyen pasztelszínek, nagyon kicsit a természethez visszakanyarodva, nagyon természetközeli anyagokat, meg hangulatokat fognak állítólag viselni. Leszünk hozzá egy kicsi zsalátácskát. Micsodát? Egy kicsi zsalátácskát. Amban ott kapszulácskát, ételkapszulát. Iszunk mellé pohár vizecskét, és ugye el vagyunk mi is, mint a csírács. Ahogy nő ki ugye a buzácskába. Hát egy kicsit vékonyka, kicsit szerencsétlen, én ezt így képzelem el. Nem. Kérdés, és látod, ellentét és ellentét közti különbsége. Kérdés, hogy vajon ez-e a rosszabb, vagy az a rosszabb, hogy mondjuk 150-200 év múlva a nagyon hamburgeres, nagyon gyors kajás, nagyon egészségtelen, csupa cukros létezésben nem vékonykák és gizdák és buzaevők leszünk, hanem hatalmasak és eldurrantak, és rengeteg plusz súllyal fogunk mondjuk úgy általánosan létezni a földön. Egy lebegőszékben, mert már nem fogunk tudni járni. Igen, igen, a Ready Player One-ban van ez, látod? Emlékszem? Én azt hittem, hogy a Voliban, de végül is az is megállja a helyét. Is, igen. Vannak a jövőről utópia, illetve hát ez most éppen disztópia volt, nem utópia, de mindegy, ez nem az a rossz utópia, ugye? Nem tudom, ez nekem egy kicsit engem így meghalad ez a kérdés, tehát hogy mi lesz majd a jövőben? Annyi mindent mondtak a jövőre, 2021-re már repülőautókat jósoltak. Láttunk a repülőautót, de az általában a körforgalomnál a középen kialakított dombon szállt fel, és aztán valahol arrébb landolt. Ez nem mondanám, hogy pont erre gondoltak, amikor a jövőt emlegették. Csíkos vagy kockás, örök ellentét. De hát akkor ilyen logika mentén akkor ketchup vagy mustár, vagy még inkább semmi értelmeset ne próbáljátok a következő mondatba felfedezni, nincsen. Csak kíváncsi vagyok a véleményére, kincsenek, hogy hotdog vagy hamburger? Hamburger egyértelműen. Azt mondod? Jaj, hát ha az én ízlés világomra vagy kíváncsi, akkor igen. Igen, arra, hát most nyilván. Igen, bár az is tény, hogy a hotdogot is lehet olyan finomra csinálni és készíteni, mint a hamburgert, viszont fogyasztás szempontjából, elfogyasztás szempontjából sokkal könnyebb, meg mit tudom én, komfortosabb hotdogot enni, mint hamburgert. A hamburgerhez kell mind a két kéz, amúgy is hatalmasra kell nyisd a szádat, hotdogot tudod fogni egy kézzel lazán, és még úgy legalábbis nekünk hölgyeknek egész szépen rá van igazodva a szájunk a hotdogevésre. Nem tudom, mi a pasast is láttam hotdogot enni, hogyha valami mögöttes tartalmat bele akarsz képzelni, még akkor is. Személy szerint például az a bajom, hogy kevés hotdogot csinálnak Székelyföldön, ami jó. Egyébként igen. Tehát, ez nagyon valamilyen szottyat virsli, egy olyan kiflibe, ami
Hát inkább szivacs, mint kifli vagy. Igen, meg jobb napokat is látott. Tehát, hogy nem friss, de ezzel ellentétben mondjuk meg van gőzölve. Nem friss, de legalább nem is finom, ugye? Igen, tehát, igen nem friss, de egy kicsit gumírozott. Tehát, ugye jobban meg kell rágd a kiflit, mint a hotdog húst, amiről azért azt gondolnád, hogy fordítva van. Na, hadd tegyem ide zárójelbe azt, hogy ugye lehet nagy üzletekben találni, tudod, ilyen kis hotdog zsömléket, ami kifejezett, de ugyanígy hamburgeres változatban is, ami kifejezetten az amerikai mintát követve csak erre van kitalálva. Egyszer voltunk olyan balgák, bevásároltunk és vettünk, vagy három ilyen nagy tasak, azt hiszem 10 volt egy csomagolásban. Mondjuk az elsőt úgy még megkajáltuk. Nem romlik el. Jaj, az nem. Tehát az szerintem mai napig egy csomag még ott van a kamrába oda haza, és biztos vagyok benne, hogyha most venném ki, az tény, hogy mit tudom, egy csomagolás után még fél óráig hozná az eredeti formát, de utána úgy tippad, vagy én nem is tudom, mi a jó szó rá, hát valami ilyen csirisszerű, buta valami lesz belőle, tudod? Tehát, hogy olyan undorítónak tűnik tehát maga itt az, itt a bizonyíték, hogy a lisztet is ki lehet hagyni belőle, nem tudom, mi a nyavajából csinál. Egyébként tudod, tehát hogyha akkor gyorsan felhasználod, kicsit megpirítod, akkor teljesen rendben van. Ezeknek a fő összetevője szerintem szintén a cukor. Egyébként igen. Tehát, hogy olyan meg vannak édesítve. Lehet ezt a műfajt jól csinálni. Netflixen volt valami fószer, aki hotdog készítésből doktorálhatna, de úgy tudod, tehát azt mondja, hogy Viesli? Nem. Felejtsd el. Ja, már nyelünk. Én éhes vagyok. Én is. Na de mindegy, a lényeg az, hogy nekiáll ilyen kolbászkából, hát nálunk valamilyen cérna kolbásznak megfelelő cuccot tesz bele. Mm-hmm. Nem főzi, süti, grillezi, mégpedig szín fölött. Azért egy kicsit az másképp néz ki, ugye? Átsül, akkor belerak sajtot, belerak ropogós, van az a hagyma, jó, tudod, az igen, a... Igen, ez az amerikai hotdog jellegzetessége. Igen. Tesz bele uborkát, mert az fontos, és ketchup, mustár, majonéz, attól függ, amivel kívánod, meg vannak neki ilyen érdekes szószai. Én a magam részéről azért egy kicsit úgy hümmögök. Viszont, ha már itt tartunk, és most már kellőképpen összegyűlt a nyál a szájunkba, illetve jó étvágyat kívánunk a 10 óraihoz mindenkinek, aki mondjuk hozzánk hasonlóan megehült. Ha már kajáról beszélünk, gyere beszéljünk italról is röviden, és akkor én teszem fel a kérdést, bár úgy tudom a választ. Kávé vagy tea? Nem szeretem a teát, tehát ez mondjuk... Egyáltalán? Nem. Na jó, sör vagy bor? Sör. Pezsgő vagy pezsgőbor? Habzóbor? Pezsgő, hát egyértelmű. Egyébként nem igaz, tehát hogy nekem ez egy kicsit hangulatfüggő. Van, amikor bort innék, van, amikor sört innék, pezsgőt azt szinte mindig innék. Nem vagyok iszákos nagyon, ebbe az órában még józan vagyok. Próbáld meg 2 óra múlva. Na de, hogy nekem a pezsgőhöz például nagyon jó a viszonyom. Évekig azt hittem, hogy utálom a pezsgőt, aztán rájöttem, hogy nem, az, amit én pezsgőnek hittem, annak a pezsgő az annyi köze van, mint Makónak Jeruzsálemhez. Kb. Igen, főleg amiket azért itt úgy nagy átlagban üzletekben lehet kapni. Viszont szerintem látod, ital kapcsán két típusú ember van, íme újra ellentétek, az, aki vizezi a bort, és próbálok a lehető legcsúnyábban nézni. Mert... De fröccs! Igen, hát ez te az. Jó rozi a fröccs. Bornak a szentségét nem szabad elvenni. Tény, hogy azok a borok, ami szintén bornév alatt az üzletek polcain fel vannak sorakoztatva, azok érdemesek a vizezésre, mert úgyis mindegy. De... Van az, amit kólával kell inni, mert annyira ja, rossz. Igen. De ja. Azt nem szoktuk meginni. Na igen, virágot öntözni se lehet vele ráadásul. Sörrel viszont igen, vacak sörrel kell bekenni az otthoni szobanövények szép zöld leveleit, és állítólag még szebbek, és még zöldebbek, és még csillogóbbak. Ezt még praktikarovatban olvastad, és azóta se próbáltad ki. De kipróbáltam. Komolyan, azt is kipróbáltam, meg mondjam el. Van valami hitvány söröm otthon, kipróbálom. Esküszöm, és működik is, nagyon jó. Illetve akkor próbált ki egy kalap alatt azt is, a kávézac, amit ugye lefőző, kotyogós kávéfőző vagy bármibe, megmarad a zac narancsbőrre nagyon jó, lefolyó tisztító hatása is van, úgyhogy ha legközelebb zuhanyzol, akkor vegyél egy marék kávézacot, és a narancsbőrös felületeket jó erősen, bátran, olyan férfiasan dörgöld be, hagyd, hogy mossa le ugye a zuhany, a víz és a lefolyót is tisztított, plusz még babapopsid is lesz. Nincsen narancsbőröm, ezt tudnám a témához hozzáfűzni. Férfi vagyok, minket valahogy az evolúció megkíméltettől. Hármas szabály. A maga nemében páratlan.
ott tartottunk, hogy Kincsőnek a férfi nevét kerestük. Mert hogy ilyen uniformizált világban élünk. Huni azt írja, hogy Kincs. Köszönjük szépen, Hunor. Azon kívül... Hogy Kincs? Csak így simán? Kincs, igen. Hát azt a Kincsőt, azt Kincsnek szokás becézni, igen. Nem? Igen, legalábbis én tőletek kaptam ezt a becenevet, úgyhogy az becenév az már foglalt, kedves. Ha gondolod, Huni, akkor lehet Kín. De... Kín, a férfihoz passzolna is egyértelműen. Na de vannak itt más ötletek, tippek is, nekem ez tetszik. Nem tudom, hogy van-e nevünk, hogy ki írta a hallgató, melyik volt, de majd magára ismer. Azt mondja, hogy Kercsó. Kercsó. De csend lett. Szerintem az is egy járható út férfi névként. Családnévként ismerem, csak azon hümmögtem, de hát végül is miért ne. És a legjobb, ez nem tudom melyik hallgató, de egy pacsit neki, azt mondja, Kincső, mivel egy kincs a személyisége, gondolom a férfi változata csak is vagyon. Azt jön le. Na ez most vagy lehel, vagy az, hogy lehet. De szerintem arról van az, hogy lehet. Közben az ember kitörölni az SMS-ből dolgokat. Jól van, vagyonka. Vagyonka, tényleg vagyonka. Becézve még jobb. Na de ha már a hozzászólásoknál járunk, és úgy nézem, hogy más ötlet, tipp nem érkezett, én a Kercsót megvettem, a vagyonka se rossz. Kercsó vagyonka. Kercsó vagyonka. Kis Kercsó vagyonka. Majd a férjem után, a majdani férjem után. Na de itt aki érkezett nem egy, aki nem Bence, és nem is lesz. Egyértelműen. Figyelj, Bence. Jött egy hozzászólás, egyértelmű konklúzió, vissza kell költözzek Marosvásárhelyre, mert azt írja a hallgató, hogy Marosvásárhelyen elég sokan járnak már trapéznadrágban, úgyhogy hajrá, Kincső, köszönöm szépen, vissza kell menjek, tényleg vissza kell menjek, hát nagyon jó. Vagy divatot teremtek itt, elkezdem elsőként hordani a trapézgatját. Hamarabb kell, ez a fenékre feszülős, de térben, figyelj, fenékre feszülős az mindig szerencsés. Pasasoknak a szeme úgyse fog lejjebb menni, hidd el, a bokádat már nagyon rég nem nézik. Tudom, a középkorban volt ilyen erkölcstelen, ilyen cédák, felhúzták a szoknyájukat. Kilátszott a csóri bokájuk, és ez körülbelül a férfiak ettől gyönge testükkel elaléltak. Oh. Hát régen messze vagyunk attól, mondjuk amikor pasasnoknak kilátszik a bokája, ez a divat engem még nem tudott annyira meggyőzni, hogy ez erotikus, vagy nem tudom. És ennél még jobban az, amikor fővárosban ugyanezt láppal látod, ezt egyszerűen nem tudom értelmezni. Bokáig érő nadrág, tudod, hogy boka fölé érő nadrág, amiből kilóg a sláp. Na nem, az már jó nem tud lenni. Igen. Hát mondjuk a divatnak különböző változatai vannak. Miért nézünk egy palástos bácsit? Ő netán egy afrikai uralkodó valami vadbambukországból? Nem feltétlenül, Billy Porter egyébként, és egészen izgalmasan jelent meg az egyik Golden Globe díját adó gála. Szó szerint palástban, hát ezt ennél szebben nem lehet kifejezni. Annyi pluszt esetleg hozzáteszek, hogy kívül ezüst, belül pedig ilyen csillogó rózsaszínű ez a bizonyos palást, és úgy akadtam erre rá, hogy bizony rákerestem a gendersemleges jövőbéli divatra. Mondják itt a szakértők, hogy már részben ott tartunk, mert arra akartam kiukadni, hogy kötődjön ahhoz, amit te mondtál, hogy állítólag, de ebben a cikkben ezt nem taglalják, de filmben láttam, hogy állítólag vissza fognak jönni divatba majd az ilyen gendersemleges vonalon az egészen hosszú földig érő zárt öltözetek is, ami azt jelenti, hogy eljöhet még az az éra, az a kor, amikor bizony egy boka villantás a legpajzánabb dolog lesz a társadalmi mértékek szerint. Eljöhet még az az éra, amikor úgy fogsz kinézni ruhaként felöltözve, mint hogyha egy mobil öltözőfülke lennél, mert annyi textil lesz rajtad. Pillanatnyilag szerintem azért hát nem, androgynnek ezeket nem hívnám, szerintem ez téves megnevezés, de van ez a túlméretezett ruha, ugye? Ajaj, a túl nagy pulcsi, túl nagy, igen, az oversize, csak próbáltam ezt így egyszer azoknak talán körbeírni, akik ezzel nincsenek annyira tisztában. Az XXL-es méret, amit tulajdonképpen csak azért veszed meg, mert azt hiszed, hogy az a divat, de egyébként tényleg egy csomó helyen triple XL-es szekcióban érdemes keresgélni, ha divatos akarsz lenni. Mert figyelj, vagy pedig egyszerűen elveszed az édesapád pólóját, és már is ott vagy, ahol lenned kell, addig, amíg te kimegy divatból, addig nem fogja hiányolni különösebben. Én azon gondolkoztam, hogy az is tud szép lenni. Ugye van az, amikor egy csajra egy oversized pullover van adva, és nincsen
különösebben nadrág része. Illetve hovan is nem látszik, mert mondjuk egy egészen rövid kis nacival társítva tényleg olyan, mintha alul vagy mesztelen, vagy csak fehér nemű szintjén van takarva minden, ami takarandó. Viszont ez nagyon jó, ez az ilyen 90-es évek filmjeiben a nagy romantikus jelenet után szokott feltűnni rendszerint ez a, amikor tudod, a férfinek az ingjét felveszed, vagy a pulcsiját úgy magadra kapod, és akkor már is mehet a reggeli kávéfőzés. Hármas szabály, a maga nemében páratlan.